Tegnap olvastuk Levikével a János evangéliumának a 8. fejezetét, amiben szó volt a szolgaságról és a szabadságról. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki megismeri az ő tanítását és megérti, valamint megcselekszi azt, az ember szabad lesz, szabaddá fog válni. Erre a farizeusok azt mondják, hogy Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott-e, hogy szabadokká lesztek? Azt mondják ugye, hogy ők soha senkinek nem szolgáltak. Megfeledkeztek Egyiptomról, megfeledkeztek Babilonról. Kedves hallgató, az ember azt hiszi, hogy szabad. Az embernek úgy igazából akkora hazugságban, akkora hamisságban éle, hogy fel sem tűnik, hogy ő rabságban van. Az embernek úgy igazából a megtévesztett embernek a büszkesége miatt nem is szabadságra van szüksége, hanem arra a hiedelemre, hogy ő szabad. A legtöbb ember, aki szolgálja a hazugságnak, a világ hazugságainak, vagy a saját hazugságainak, az önállításnak, elég, hogyha azt hiheti, hogy ő szabad, ugye? Mert a büszkesége nem tudná kimondani, hogy ő rab, hogy ő szolga. Tehát az ember azért szolga, mert azt hiszi, hogy szabad. Az embernek szüksége van arra a hiedelemre, hogy ő szabad, mert megalázó kimondani, hogy én a rabja vagyok. Rabja vagyok a rendszernek, a betegségnek, a függőségeimnek, a hazugságaimnak, az egómnak, a bűneimnek. Kedves hallgatók, az ember annak a szolgája, aki megadja neki az identitását. Nincs szabad ember a Földön. Nincs szabad ember a Földön. Mindenki szolgálja valaminek. Jézus úgy fogalmaz, hogy nem szolgálhatunk két úrnak egyszerre. Egy ember nem szolgálhat két úrnak. Az ember nem szolgálhat két úrnak egyszerre. Tudta Jézus, hogy az ember nem szabad. Az ember mindenképp szolgálja valamelyik úrnak. A kérdés az, hogy melyik úrnak? Azt mondja, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Az ember vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Tehát mindenki annak a szolgája, aki megadja neki a személy azonosságot, az identitást. Ismétlem, minden egyes ember annak a szolgája, ami vagy aki megadja számára az identitást, a személy azonosságot. Hogyha megkérdik tőled, hogy ki vagy, mit válaszolsz, mit felelsz, milyen képek jutnak eszedbe saját magadról, milyen személy azonosság ugrik be neked saját magadról, honnét származik a személy azonosságot? Ha azt mondod, hogy kovács vagy, akkor a kovácsmestertől, akitől tanultál, attól származik a személyazonosságot. Ha azt mondod, hogy férj vagy, akkor a házasság törvényétől, annak intézményétől származik a személyazonosságot. Ha azt mondod, hogy pap vagy, a vallási intézménytől származik a te személyazonosságod,
annak vagy a szolgája. Mindenki annak a szolgája, akitől származik az ő személyazonossága, akitől kapta az ő identitását. A kovács egy olyan mestertől kapta a személy azonosságát, aki már meghalt. Ezért a személy azonosság, amit ő kapott, őt is a halálba viszi. A doktor egy olyan intézménytől, egy halott intézménytől, halott professzoroktól és doktoroktól, akik már meghaltak, tőlük kapta a személyazonosságát. Ezért azoknak a szolgája, akik már meghaltak, ezért ő is meg fog halni. Az elnök azoktól az emberektől kapta a személyazonosságát, akik előtte elnökök voltak, akik előtte azt a funkciót betöltötték, és meghaltak. Ezért ő is meg fog halni, mert az ő személyazonossága a halálba viszi őt, mint ahogy a halálba vitte az ő elődjeit. Az én személyazonosságom egy olyan embertől származik, aki meghalt, szintén meghalt, de fel is támadt. Ezért én, ha meghalok is, élek. Ha meghalok is, élni fogok. Én is a mesterem szolgája vagyok. Én a mesterem szolgája vagyok az életre. Aki nem ismeri az én mesteremet, a világ szolgája, a mulandóság szolgája, a halálra. Az ember sokáig azt hiszi, hogy a pénz az ő szolgálatában van. Közben kiderül, hogy ő a pénz szolgája, a pénz rabja. Az ember sokáig azt hiszi, hogy a funkciója, a titulusa az ő szolgája. Végül kiderül, hogy ő volt a titulusa és az ő funkciójának a rabja, a szolgája. Aki megismeri az igazságot, Istennek a szavát, amelyet ő kijelentett Jézus Krisztus által, az ő tanítása és az ő élete által, arra az emberre azt is mondják, hogy ő Isten szolgája. Az az ember azt hiszi, hogy ő Isten szolgája, de itt is pontosan fordítva van, ugyanis az Úristen szolgálja őt. Mert az Isten szerint, Jézus Krisztus szerint a nagyobb szolgálja a kisebbiket. A nagyobb szolgálja a kisebbiket. Az igazságban, a mennyek országában az Úristen az, aki megmossa az ő gyermekei lábát. Az Úristen az, aki megmossa az ő gyermekei szívét és elméjét. Megtisztítja őket. Az igazságban a nagyobb szolgálja a kisebbet. Ezért, aki Istent szolgálja, az valójában szolgálva van a mindenható Isten által, mert úgy volt kedves neki, hogy az ő teremtményeit nevüken szólítja, megtanítja, felemeli és mindennel elhalmozza, tehát szolgálja őket. A világban, kedves hallgatók, mint ahogy mondtam, ott is fordítva történik. Azt hisszük, hogy a pénz szolgál bennünket. Közben kiderül, hogy mi szolgáltuk a pénzt. Mi azt hisszük, hogy az oklevelünk, a titulusunk,
a funkciónk, a munkahelyünk szolgál bennünket. Közben kiderül, hogy mi vagyunk annak rabjai, annak szolgái. Ugyanez érvényes az igazságra is. Azt hittük mi, hogy Istent szolgáljuk. Közben kiderült, hogy a jóságos Isten, a mindenható Isten szolgált és szolgál folyamatosan minket, elárasztva bennünket az ő kegyelmével, az ő szavával, az ő életet adó és életet megtartó igazságával. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.